A tréning elején a gyűrűvel ismerkedtek a játékosok, majd jöhetett a bemelegítés. Az izmok üzemi hőfokra hevítése után két vegyes csapat alakult ki, majd indulhatott a játék. Gáspár Potocsnik igencsak rafinált mozdulattal indította útjára a labdát, a leindítás után pedig Lakatos Péter meg is nyitotta a kosarak sorát. Potyogtak a triplák, ültek a tempók, és még látványos zsákolásnak sem voltunk hiány, meg persze az éppen kispadozók szurkolásának sem. A fiatalok megilletődöttséget egyáltalán nem mutattak, bátran törtek be a nagyok között, és szemrebben is nélkül vállalták a dobásokat. A profik persze segítségükre voltak ebben, mondjuk úgy a védekezés picit szellősebb volt a megszokottnál. Támadásban pedig igyekeztek kiszolgálni őket, jól járt a labda, hullottak a kosarak. Bár a pontokat számolták, de a meccs végén mindenki győzött, és egy élménnyel gazdagodott. A mi munkánkhoz hozzátartozik az is, hogy aktív szereplői legyünk annak a közösségnek, ahol élünk. Nagyon boldog vagyok, hogy most a fiatalokkal tudtunk közösen edzeni. Láttam a játékosaim arcán is, hogy élvezik ezt a különleges tréninget, ami a gyerekeknek is egy nagy élmény volt. Számomra ez még mindig hihetetlen, és nagyon jól éreztem magam, meg úgy gondolom, hogy az egész csapat nagyon jól érezte magát. És ezúton is szeretném megköszönni az egész csapat nevébe, hogy az olaj most fogadott minket, mert úgy gondolom, hogy ez egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. Sokak példaképük kedvencük ellen játszhattak. Lakatos Péter itt éppen Darwin Davis mellett dob egy kosarat, de egész meccsen gyűrték egymást. Örök emlék marad neki. Vicces volt igazából, és jelenleg ő a kedvencem a csapatban, szóval ez is szintén megtiszteltető volt. Társaihoz hasonlóan Orbán Zsombor sem szeppent meg a védelem láttán, itt egy betűrés után szerzett igencsak bravúros kosarat. Nagyon jó volt, mert az egész csapat tudott játszani, és hát ugye nagyok ellen játszottunk, és ezáltal szerintem több volt az adrenalin, és mindenki tudott érvényesülni. Tök jó volt a játék. Az olajbányász nem először fogadja a sportiskola valamelyik korosztályos csapatát. A játékosok tudják, milyen fontos ez az ifjaknak. Számomra borzasztó nagy élmény lett volna, mert sajnos akkor még nem volt ilyen, de én nagyon örültem volna. Tehát én emlékszem, hogy tévében néztem a mérkőzéseket, és rajongtam tényleg ugye a felnőtt csapatokért, és el sem tudtam képzelni, hogy egyszer majd én is ott lehetek közöttük. Úgyhogy ha én találkozhattam volna velük, nekem ez nagyon nagy élmény lett volna, és remélem, hogy a srácoknak is ez most hasonlóképpen egy nagy élmény volt. A mérkőzés végén minden fiatal ajándékot kapott a nagyoktól, és természetesen a csapatkép sem maradhatott el.